Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Szeptember 1-e szerda van, ezek a Győr Plus Televízió legfrissebb hírei. Ingyenes füzet és iskolakezdő csomagot kaptak a győri elsősök a város vezetésétől. Dr. Dézsi Csaba András az Arany János Általános Iskolában személyesen mutatta be az ajándék tartalmát a legkisebbeknek. A gyerekek egy verssel fogadták a polgármestert. 609 tanulóval vág neki a 2021-22-es tanévnek az Audi Hungária Általános Művelődési Központ, hangzott el a szerdai ünnepélyes tanévnyitón. Dr. Pergele ez a rendkívüli helyzetektől mentes időszakot és nagyszerű eredményeket kívánt az eseményen. 1991-ben született, idén pedig már a 30. születésnapját ünnepli a Vaskakas Báb Színház. A kerek évforduló és Győr várossá válásának 750. jubileuma miatt ezt az évet az ünnep jegyében szervezi az intézmény. Ingyenes füzet és iskolakezdő csomagot kaptak a győri elsősök a város vezetésétől. Dr. Dézsi Csaba András az Arany János Általános Iskolában személyesen mutatta be az ajándék tartalmát a legkisebbeknek. A gyerekek egy verssel fogadták a polgármestert. A csomagban Győr város kakasát, pihét, a győri várat és a jubileumi évet is megjelenítették a füzetborítókon. Dr. Dézsi Csaba András szerint fontos, hogy már az elsősökben is erősítsék a lokálpatriotizmust. A kicsik közül többen is azt mondták a Győr Plusznak, hogy már nagyon várták az első napot. Városszerte ma minden általános és középiskolában megtartották az évnyitót, majd megszólalt a csengő is. Nagy izgalommal ültek be a padokba az elsősök az Arany János Általános Iskola első D-osztályában. A polgármestert várták, akit egy verssel köszöntöttek. Hangosabbak ma az utcák, gyerekektől népesek, valahogyan még a nap is szebben ragyog, fényesebb. Izgatottan várt a napra minden kezdő kisdiák, az iskola előttük is kitárjam a kapuját. A gyerekek ezután kinyithatták a város vezetésétől kapott füzet és iskola kezdő csomagot, melyhez dr. Dézsi Csaba András saját kézzel írott kis üzenetet is csatolt. Ahogy elsőbb megtanultam írni, ugyanúgy írtam most is, nem sokat javult az írásom azóta, és ugye van egy ilyen vicc, hogy az orvosok írását a patikusok tudják elolvasni, de azért ez ennél szebb gyöngybetűkkel, de itt is azért a sorvezetőben a sorokat eltévesztettem a beosztását. Tehát már egyrészt régen volt az, amikor ilyen sorvezetővel kellett írnom, másrészt pedig hát ez van, így tudok írni, de aranyosak a gyerekek, örülnek neki. Próbáltuk a csomókat úgy összeállítani, hogy a füzetekre olyan rajzokat tettünk, amik kicsit Győrhöz kötődnek, és kicsit a győriséget erősíti már fiatalkorban, hiszen én úgy gondolom, hogy a gyerekben a lokálpatriotizmusnak a kiépítése az mindenképpen nagyon fontos, hogy érezzék azt, hogy Győrben lakni jó, Győrben élni jó, Győrben tanulni jó. A gyerekek vidáman kukucskáltak, mi lehet a csomagban, és azt is megosztották a Győrplusszal, hogyan telt az első néhány órájuk. Úgy, hogy bejött a polgármester bácsi. És utána mit csináltatok? Mit mondott a polgármester bácsi, mit nyissatok ki? Az ajándékot. És mi volt az ajándék, mi volt benne? Tollfüzet, minden, ami majd hasznos lesz az iskolába. Hát, megnéztem a mappámba, hogy mi van. Képzeljétek el, hogy amivel ide rá volt így csomagozva, azzal a kartonpapírral elvágtam az ujjamat. Hát ilyen balesetek is történnek, de mi volt a füzet csomagban? Zsírkréta, ragasztó, ecset. Arra is választ kaptunk, miért várták az iskolát. Számolunk. És még? Írunk. És még? Olvasunk. És még? Azért játszottok is, nem? Egy kicsit a többiekkel. De. És vártad már ezt az iskolát? Miért vártad a sulit, hogy ide jöhessél? Miért vártad az iskolát? Azért, hogy a hátamon cipeljem az iskolatáskát. A két tanítási nyelvű németes osztályban emelt óraszámban tanulják majd az idegen nyelvet, emellett jó néhány tantárgy lesz majd németül. A tanulás mellett azért jut majd idő némi játékra is. Nem is kell barátkoznom, mert itt vannak a barátaim pár. Vagyis inkább egy. Nem, kettő. Nem, három.
És mit vársz a legjobban így az egész tanévben? Ugye itt a tanítónéni már mondott egy-két dolgot, hogy mik lesznek, mi az, amit vársz? Én azt várom, hogy a meglepetést meg tudják az anyáik. És mi a meglepetés? Hát, nem mondhatom el. A koronavírus járvány beárnyékolta az előző tanévet, idén azonban mindenki nagyon pozitívan tekint az iskola kezdésre és a jelenléti oktatásra. Nagyon okosak a gyerekek egyébként, tehát látszik az, hogy azért az óvodában, meg a szülők is foglalkoztak velük elég sokat, mert azért az egyszer egyet, meg az összeadásokat már egészen szépen tudják. Úgyhogy meg lelkesek, hát ami nagyon fontos, hogy itt még nem ölte ki belőlük senki azt a lelkesedést, azt a tudás vágyat, tudás iránti vágyat, és bátrak, aranyosak, úgyhogy én minden első osztályosnak, illetve minden iskola kezdőnek azt kívánom, hogy minél több siker legyen ebben a tanévben. A pedagógusoknak is sok sikert és türelmet kívánok a tanításhoz, és elkezdődött az iskola kihívás, de szerintem egy pár hét, és utána beleszokunk ebbe az új tempóba. A polgármester továbbra is javasolja, hogy aki még nem tette, az vegye fel az oltást. Ugyanis minél többen teszik ezt, annál valószínűbb, hogy nem kell újabb zárásra számítani. 609 tanulóval vág neki a 2021-22-es tanévnek az Audi Hungária Általános Művelődési Központ, hangzott el a szerdai ünnepélyes tanévnyitón. Az eseményen részt vett Győr egyik alpolgármestere is. Dr. Pergele ez a rendkívüli helyzetektől mentes időszakot és nagyszerű eredményeket kívánt az intézmény tanulóinak, tanárainak és a vezetőinek is. Egy kedves műsorral mutatkoztak be az elsősök az Audi Hungária Általános Művelődési Központ évnyitóján. Szeptember 1-én reggel az intézmény ünnepélyes keretek között megnyitotta az új, immár 12. tanévét. Lőre Péter az Audi Hungária Iskola Intézmény fenntartó és működtető közalapítvány kuratóriumának elnöke úgy fogalmazott, a tavalyi tanév minden tekintetben rendkívüli volt. A 2020-21-es tanév minden tekintetben rendkívüli volt. Nem csak iskolánk, de az egész ország számára is. Soha nem látott körülmények között egy világjárvány sújtotta országban végeztünk oktató munkát, mindenki számára szokatlan és új körülmények között. Az iskola fenntartója nevében szeretném itt is megköszönni minden diákunk rugalmasságát, alkalmazkodó képességét és pedagógusaink elkötelezettségét. Digitális oktatási formában is fent tudtuk tartani az oktatást, és sikeresen lezártuk a tanévet. Az önkormányzat képviseletében dr. Pergele ez a mondott köszöntőt az évnyitón. Az alpolgármester kiemelte, az intézményből olyan diákok kerülnek ki, akik mindenhol megállják a helyüket. Az Audinál persze nem előzmények nélküli ez a fajta vállalkozás, és tapasztalataik is garantálják, hogy egy rendkívül sikeres oktatási rendszer intézménye működik ma városunkban. Innen olyan tudású fiatalok kerülnek ki, akik mindenhol megállják a helyüket. Azt szeretnénk, ha itt is maradna mindenki, vagy néhány éves világlátás, tapasztalatszerzés után visszatérne Győrbe. Az elmúlt tanévben a 39 érettségizett tanuló olyan bizonyítványt tarthatott kezében, melyet mind a magyar, mind a német állam elismer. Harmaduk külföldön folytatja felsőoktatási tanulmányait. Idén negyedével több kisovodás kezdi meg az évet az Audi óvodában. Az első osztályosokat név szerint köszöntötték, a szokásokhoz híven egy kis meglepetést is kaptak, az Audi Művelődési Központ főigazgatója pedig a kicsikhez, a szüleikhez és a kollégáihoz intézett útravalóul egy-két gondolatot. Nagyon örülünk neki, hogy itt kezdik meg az elsősök életük új izgalmas szakaszát. Sok mindenkinek, gyermekeknek, kollégáknak. Ez a mai nap egy új országot, egy új várost és mindenkinek egy új környezetet jelent. Egy ilyen új kezdet mindig pozitív energiát hoz magával. Más nézőpontokat, néha nem várt meglepetéseket, de mindig gazdagabbak, többek leszünk tőle. Elkezdődött tehát a tanév az Audi iskolában. Reményeik szerint rendkívüli helyzetektől mentes időszak vár az intézményben tanulókra és dolgozókra.
Megújult környezetben indulhat a tanév a Fekete István általános iskolában. 450 gyermek ült vissza a padokba, akik egy közel 1 milliárdos fejlesztésnek köszönhetően modern energetikai fejlesztések után kezdhetik meg újra a jelenléti oktatást. A korszerűsítésben nagy szerepe volt Kara Ákos országgyűlési képviselőnek. Ezt az évnyitó ünnepségen Németh Péter az iskola igazgatója is kiemelte. Az új tanévre pozitívan tekintenek és remélik, hogy az idei tanév Covid és zöggenőmentes lesz. A nyolcadikosok kézen fogva kísérték az elsősöket a Fekete István általános iskola tanévnyitójára. Név szerint köszöntötte őket az iskola vezetése, majd egy idősebb társuk verset is mondott a tiszteletükre. Hangosabbak ma az utcák, gyerekektől lépesek, valahogyan még a nap is szebben ragyog, fényesebb. Az igazgató ezután hivatalosan is megnyitotta a 2021-2022-es tanévet. Az ünnepségen, ahol a járványra való tekintettel a szülők nem vehettek részt, elhangzott az elsősök eskütétele is, melybe a felsőbb évesek is besegítettek. Igazi feketés diák szeretnék lenni. Igazi feketés diák! Legfontosabb mondat, Isten engem úgy segélye! Az évnyitót követően pedig hivatalosan is becsengettek, így újra diákokkal telt meg az iskola. Normál jelenléti oktatásra készülő tanévben gondolkodunk. Én már nagyon vártam ezt a napot, és kollégáim is. Újra itt vannak a gyerekek, benépesítik ezt a megújult iskolát. Itt vagyunk közel 450-en, itt vannak a tanárok, számtalan program készül, az éves tervet elfogadtuk a értekezleteinken, jövő héten a diák önkormányzat is hozza a saját terveit, ezt belerakjuk a mi iskolai tervünkbe, és a diákokkal közösen remélhetőleg sok élményben lesz részünk tanulás tekintetében, és mind a nyolcadikasokra nagy feladat vár, hiszen ők majd egy felvétel előtt állnak. A kicsi elsősök meg a legfontosabbak, hiszen írni, olvasni, számolni kell, megtanulniuk, és azért az első időszak nekik sem egyszerű, tehát egy szoktatási programot is kipróbálunk rajtuk, hogy beleszokjanak az iskolai légkörbe, hiszen az óvoda után az egy más típusú munkát igényel. Az iskolában egy évig zajlottak a munkálatok, ugyanis a térség országgyűlési képviselőjének köszönhetően energetikai korszerűsítés valósulhatott meg. Szeretném megköszönni a városban, a térségben, a megyében dolgozó pedagógusoknak, tanároknak, tanítóknak és mindenkinek, aki az iskolai munkát segíti, lehetővé teszi, hogy ezt a szép, de nehéz hivatást minden nap nagy szeretettel, szívvel végzik. Itt a Fekete István iskolában a kezdeményezésemre megvalósult, lényegében befejeződött egy óriási nagy felújítás. Közel 1 milliárd forint, 963 millió forintból nagyon sok minden megújulhatott. Küllemében is szebb lett az intézmény, de az energetikai korszerűsítésnek a legfontosabb elemeivel sokkal korszerűbb lett, tehát ez egy nagyon jelentős fejlesztés. Az iskolának az indulása óta ilyen jellegű fejlesztés még nem volt. A fejlesztés pedig tovább folytatódhat. A képviselő szeretné, ha az iskola bútorzata is kicserélődhetne, továbbá egy másik marcalvárosi iskola is lehetőséget kaphat az energetikai megújulásra. A pandémia miatt 4 helyett 5 év alatt zárult le a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ elnevezésű projektsorozat a Széchenyi István Egyetemen. A program célja az volt, hogy az intézmény ipari kapcsolatait kihasználva nyitott kooperációs felületeket alakítsanak ki, amelyek segítségével hatékonyabb és produktívabb tudományos megoldásokat tudnak kínálni a társadalom gazdasági szereplőinek. Az egyetem legyen ablak az ipar felé, talán ez lehet a legtalálóbb mottója a most lezárult FIECT projektnek. A program célja az volt, hogy olyan együttműködési bázist alakítson ki a Széchenyi Egyetem és az ipar szereplői között, ami hatékony válaszokat képes adni a gazdaság innovatív kérdéseire. Ma teljesen más arca van az egyetemeknek, nem csak azért, mert éppen a váltás időszakában vagyunk, hanem én még emlékszem arra, hogy a 2000-es években még mások akarták megmondani majd az egyetemeken, mit kell oktatni. Ma meg ott tartunk, hogy a Magyar Egyetemi Hálózat határozza meg a következő 2 évtized innovációs ökoszisztémáját. És ha az egyetemek feltőkésítésének a történetét nézem végig, akkor éppen egy olyan periódus kezdődik most, ami soha nem volt. Tehát most mondhatnám, hogy a Kléberbergs, de valójában nem, mert ekkora fejlesztési és újragondolási összeg soha nem állt rendelkezésre a magyar felsőoktatás számára, mint ami most megnyílik. A Győri Egyetemen a pandémia miatt 4 helyett 5 év alatt zajlott le az innovációs program, ami komoly infrastruktúra fejlesztéssel kezdődött. Közel 6 milliárdból megépülhetett a menedzsment kampusz.
Hogyha Győrről beszélünk, akkor valóban a felső oktatás, talán nem is Győr, hanem inkább a nyugat-magyarországi régió zászlós hajója a Széchenyi István Egyetem, és rengeteg, elsősorban a járműgyártás, illetve gépgyártás területén működő kis és közepes vállalkozás, illetve nagy vállalatok is működnek itt a térségben. Ezzel hozzájárulva két dologhoz, egyrészt gazdagítják természetesen akár a város büdzséjét is, másrészt pedig munkahelyeket biztosítanak. Ehhez azonban megfelelő végzettséggel, megfelelő tudással rendelkező szakemberek szükségesek, és a képzést már ugye akár középiskolában el lehet kezdeni, hiszen a szakképző intézményeink is az élvonalban vannak a győriek, de természetesen itt a Széchenyi István Egyetemen folytatódik a képzés. Az 5 év alatt a programban 1115-en vettek részt, közülük 500-an voltak az egyetem hallgatói. A projekt feladatainak megoldásába 78 együttműködő partnert vont be az egyetem, és 159 diplomamunka is született a FIEK témáiból. Az egyetemen összesen 17 témában alakultak kompetenciaközpontok, amelyek a projekt részfeladatait oldották meg. A jogtól az informatikán át a logisztikáig, a hallgatói csapatoknak a bevonásáig, a KKV-k fejlesztéséig mindenféle terület részt vett ebben a projektben. Ez egy fontos cél volt nekünk a tervezéskor, hogy az egyetem lehető legnagyobb részét tudjuk bevonni a FIEK projektbe, hiszen a kutatásfejlesztési tevékenységen túl, ahogy említették az előttem szólók, ez nekünk egy kultúraváltás is, és ez a kultúraváltás minél szélesebb körben érinti az egyetem kollégáit, annál sikeresebb tud lenni hosszú távon. Az összességében 6,4 milliárdos program zárásaként bemutatkoztak az elmúlt 5 év alatt létrejött tudományos kutatóközpontok, amelyek a képzéseiknek megfelelő ipari csoportok számára dolgoz majd ki a jövőben innovációs megoldásokat. 1991-ben született, idén pedig már a 30. születésnapját ünnepli a Vaskakas Báb Színház. A város legifjabb művészeti intézménye ezzel fiatal felnőtt korba lépett. A kerekévforduló és Győr várossá válásának 750. jubileuma miatt ezt az évet az ünnepi egyében szervezi a Vaskakas, mondta el a Báb Színház igazgatója a szerdai évadnyitó sajtótájékoztatón. Kocsis Rozi kiemelte, a dupla születésnapra egy nagyszabású produkcióval is készülnek. Mi ez itt? Elnézést kérek, uraim, ez itt egy sajtótájékoztató. Milyen sajtós tájékoztat? Itt el állalunk, kegyelmes színápas a fügyés, és rámátalusza halka lenni, azonnal mindenki távoz. Mi van? Mit bámulják? Kifelé! Na gyerünk kifelé innen, nem kell sajtós tájékoztatni. Engyen innen kamerával, no fotó. Rendhagyó módon kezdődött a Vaskakas Báb Színház 30. évadnyitó sajtótájékoztatója szerdán. A kerek születésnap és Győr 750 éves jubileuma miatt ünnepi évre készül az intézmény. A megszokott módon különleges díszlet és meglepetések fogadták a sajtó képviselőit és a vendégeket. Radnóti Ákos Győr alpolgármestere is részt vett az eseményen, ahol a Vaskakas Báb Színházat méltatta. Nagyon fontos a város számára a Vaskakas Báb Színház, úgyhogy egy 30 éves kerekévfordulót tudnak ünnepelni, Isten éltesse őket. Nagyon jó, hogy Győrben sokszínű a kulturális élet, ahogy elmondtam a sajtótájékoztatón, és nemrég volt ugye a színház, a balett is 40 éves, tehát komoly teljesítmény van a művészeti intézmények mögött, a győriek pedig szeretik ezeket a kulturális helyeket, intézményeket, örömmel jönnek el, pláne most a nehéz időszak után reméljük, hogy ez véget ér, és nagyon vágyik vissza a közönség a színházba, a kulturális életbe, hogy vissza tudjanak kapcsolódni. Én köszönöm minden dolgozónak, aki a kulturális életben részt vesz, hogy kitartott, hiszen nem volt könnyű nekik is ez az időszak. A Vaskakas Báb Színház művészei közel másfél éve nem találkozhattak a nézőkkel a koronavírus járvány miatti szabályok következtében. Épp ezért nagyon remélik, hogy ez az évad végre újra a közönséggel együtt telhet. Az intézmény igazgatója érthetően nagyon izgatott az ünnepi év miatt, hiszen már nagyon várják a találkozást. Remélem, látszik az arcomon, hogy mit jelent, tehát fülig ér a szám, és nagyon boldog vagyok még akkor is, hogyha ha tudom, hogy itt kopogtat a kertek alatt, vagy már nem is annyira a kertek alatt a negyedik hullám, de hogy valahogy mégis azt érzem, hogy, így, hogy a, ki így, ki úgy, én nem akarok semmi mellett sem válcát törni, tehát én nem ez a tisztem, de az érvényben lévő jogszabályok szerint egyelőre még játszhatunk, és bérletezhetünk, és jöhet a közönség, és hogy nem találkoztunk velük másfél éve.
Dupla születésnaphoz nagyszabású produkció dukál, a Vaskakas legendája című darab valóban nagy durranás lesz. Október 10-től láthatják majd a nézők a 750. jubileumát ünneplő Győr és a 30 éves Vaskakas tiszteletére készült előadást. A 750-ben a 30 című programsorozatban sok más izgalmas produkcióval találkozhatnak majd a győriek és a Győrbe látogatók. 750-ben a 30, ez a fantázia neve annak a programsorozatnak, ami előttünk áll, és hát mindenek előtt kettő kakasos tematikájú előadást hoz létre a színház. Az egyik óvisoknak, kisiskolásoknak, ez a Kakas Viadal című produkció, ami három magyar népmese, három kakasos témájú magyar népmese összegyúrásából készült el, és a második pedig a Vaskakas legendája című színes szélesvásznú előadás a Bartók teremben, tehát a nagy színpadunkon, ami a Vaskakas legendáját dolgozza föl megdöbbentő módon. És hát ennek az az érdekesség, ennek a nagy színpadi előadásnak, hogy nem csak a Vaskakas Bábszínház összes művészei lesznek láthatóak a színpadon, hanem a Fitos Dezső Társulat, mint tánckar. Nekik is van egyébként győri vonatkozásuk, hiszen zömmel, vagy nagyon sokan ebből a hivatásos tánctársulatból a Győri Lippentő táncegyüttesben kezdték a munkájukat, Fitos Dezső és Kocsis Enikő keze alatt, tehát ők a tánckar, és ami még külön öröm, hogy Ferenczi György és az első pesti rackák szolgáltatják a zenét. Izgalmakban, látványban és szórakozásban tehát nem lesz hiány a Vaskakas Bábszínház születésnapi évadában. Az ország legtöbbet játszó társulata már nagyon készül a közönség visszatérésére. Szombaton a Győrköd-szligetben újra találkozhatnak élőben a művészekkel a gyerekek és a szülők. Nagy közönség sikert aratott az Amadeus Live koncert kedden este a Győri Egyetemi Csarnokban. A Győri Filharmonikus zenekar ezúttal ötvözte a filmélményt az élő zene varázsával. A produkcióban a Mozart életét bemutató Oscar-díjas Milos Forman filmet úgy láthatta a közönség, hogy a győri filharmonikusok az alkotás zenei betéteit élőben játszották el. Az előadást a koronavírus járvány miatt több alkalommal el kellett halasztani, míg végül a nézők láthatták a különleges koncertet. Érkeznek a nézők a Győri Egyetemi Csarnokba, amely teljesen átalakult. A Győri Filharmonikus zenekar előadására kedden este végre a közönség láthatta az Amadeus Live című produkciót. 2020. március vége lett volna eredetileg ugye ennek az előadásnak a bemutatója. Két hét hiány tudtuk, meg is tudtuk volna tartani. Nagyon, többek között ez is nagyon fájt, hogy akkor elmaradt, és utána talán ez a negyedik időpont, ahogy most meg tudjuk tartani. Nyilván most is vannak korlátozások, mert a jogszabály szerint itt ez nem minősül hangversenyteremnek. Ebből kifolyólag szükség van arra, hogy védettségigazolvány mutasson fel, aki be akar jönni. Hiába próbáltam kardoskodni az ügyben, hogy de hát ez hangversenyteremnek van most elrendelve, és tulajdonképpen nem nagyon különbözik mondjuk egy MÜPA 1500-as nézőtértől, de a jogszabályt betartva tényleg ma csak az lehet velünk itt, sajnálatunk, nagy sajnálatunkra, akiknek van védettségigazolványok. A Győri Egyetemi Csarnok alkalmas arra, hogy több ezren nézzenek meg egy előadást. Ehhez hasonló nagyszabású koncert már volt ebben a létesítményben. Bobby McFerrin volt itt velünk, vagy éppenséggel Ramon Vargas és Miklós Erikának az Ária estje, és még sorolhatnám, 2400 székről tudok én jelen pillanatban. A ház tulajdonképpen 95%-ban is lett adva. Az egy másik kérdés, hogy mennyien lehetnek ma itt velünk, hiszen itt a járvány utáni időszakban a közönség megsatszolása az egy komoly tudomány, tehát nem tudom tényleg, hogy mennyien leszünk ma este. Ez nekünk az első ilyen nagy nyilvános koncertünk, úgyhogy ez egy fontos tapasztalat lesz az előttünk álló évet tekintetében is, hogy a közönség szervezést, vagy a közönségnek a részvételével hogyan kell és tudunk számolni. A különleges koncerten a Mozart életét bemutató Oscar-díjas Milos Forman filmet úgy láthatta a közönség, hogy a győri filharmonikusok az alkotás zenei betéteit élőben játszották el. A kihívás szó tulajdonképpen az nagyon ideillik, hiszen Mozartnak a muzsikájával a Győri Filharmonikus Zenekar jó barátságban van, ha mondhatom így, tehát kevés olyan darab van a maiak közül is, amit ne játszottunk volna már valahol, valamikor, valamilyen körülmények között. Itt a nehézség az, hogy kórus van, zenekar van, de például azok az énekesek, akik a filmben szerepelnek, azok ott maradtak a filmvászon, és tulajdonképpen a
ahogy a film pörög, és ők énekelnek, nekünk alájuk kell játszani. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nehéz és érdekes dolog. A másik nehézség az pedig az, hogy vannak olyan tételek, ahol tulajdonképpen 4-5 különböző darabnak a részletei vannak úgy összevágva, hogy szinte minden átmenet nélkül, hirtelen tempóváltással, hirtelen karakterváltással, zenekarváltással, zongorista bejön, tehát nagyon-nagyon érdekes a dolog, de hát az együttes profi. A Győri Filharmonikus Zenekar október 9-én szintén itt ezen a helyszínen egy John Williams előadásra várja a filmzene kedvelőit. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb csütörtök este 7 órakor várjuk Önöket, itt a Győr Pluszon.